Zum Wohl, Prosit. Gesundheit. Egészségedre. Genau, ja. Egészségedre. A térség valamennyi borászata képviseltette magát a négy napos rendezvény sorozaton. Családok, baráti társaságok, visszatérő külföldi vendégek gyűltek össze, hogy szórakozzanak, és megkóstolják a térség jellegzetes ízeit. Ich mag sehr gerne Wein. Nagyon szeretem a bort. Nem az első bornapom itt Gyenes Diáson, amin részt veszünk. A magyar, a helyi borok egyszerűen szuperek. A fehér borok itt rendkívüliek, és szeretem a rozét is. Ezért már egyik másik borásztól vásároltunk bort otthonra is. Einigen Winzern schon Wein gekauft, also top. Gyenes Diás történetében mindig jelen voltak a szőlészek, borászok, így méltán tartják a bornapokat a település egyik legjelentősebb rendezvényének. Ez a borkultúra, a szőlőkultúra, a szőlőtermelés, sporttermelés kultúrájának a fenntartása, erősítése, hagyományok ápolása és a generációkra való átörökítése. Ez egy nagyon fontos, azt gondolom, misszió. A zalai dombokra jellemző borokkal ismerkedhettek meg a látogatók, de lehetőségük nyílt az év borának megkóstolására is. A bornapok nyitónapján hirdették ki ugyanis a Gyenes Diás Nagyközség önkormányzata által meghirdetett borverseny eredményeit. 2022-ben a települést a Romsics pincészet egyik bora képviselheti. Ez a bor, ez egy 2021-es évjáratú cserszegi fűszeres, mégpedig egy száraz cserszegi fűszeres. Szeptember közepei szürettel szüreteltük, 20 és feles mustfokkal, és nagy büszkeségünk ez a bor, mert az országos cserszegi fűszeres borversenyen is már egy aranyminősítést ért el, tehát nem az az első megmérettetése volt. A beadott borminták alapján az önkormányzat elismerésben részesítette továbbá a helyi rádi pincészetet, és a Korzon kiállítóként is megtalálható Decsics borházat is. A bor és a kultúra Gyenes Diáson szorosan összefügg, a programsorozatot is évről évre ennek megfelelően állítják össze. A lehető legsokszínűbb, a lehető legszélesebb közönséget szólítsa meg, úgy, hogy azért fontos, tehát nagy hangsúlyt fektessünk a hagyományőrzésre, az értékőrzésre, a helyi csoportok helyi értéket megjelenítésére. Ugyanakkor, hiszen a szezon közepén vagyunk gyakorlatilag, a turista áradat széles igényeit is figyelembe szerettük volna venni ilyen módon a program közszállításában. A forgatagot így a helyi termékeket kínáló termelői piacon túl kézműves vásár, gyermekprogramok, könnyű zenei koncertek, de a Keszthelyi Kutya Suli ügyességi bemutatója is színesítette.